A bátorligeti ősláp, a vajai várkastély, a kálai kettős legendája, olyan természeti, épített vagy kulturális örökségek ezek, melyek a folyamatosan bővülő megyei értéktárban szerepelnek. A megyei önkormányzat évek óta szervez helytörténeti vetélkedőt azzal a céllal, hogy a közös értékek megismerésével a fiatalok identitástudatát erősítse. Egy Európai Uniós pályázatból, amely a megye kormány támogatását is élvezi, ebből finanszírozunk ezt a nagyon nagyszabású programot, amiben nagyon sokféle tevékenység van. Értéktalálkozók, 20 településen különböző programok, amelyek ugyanazt a célt szolgálják, a megye identitás fejlesztését, erősítését. Több száz középiskolás és általános iskolás diákot, talán több ezer diákot fogadtunk itt a megyeházán, megismertetve őket azokkal az értékekkel, amelyek a közvetlen lakókörnyezetükben vannak, ezzel erősítve azt a tudatot, hogy mennyire jó élni itt ebben a megyében, a településükön, az országnak ebben a szegletében, és azt is erősítve, hogy aztán majd felnőttként visszajönnek ide, és itt hasznosítsák a megszerzett tudásukat, amelyeket az ország akár más részén vagy külföldön szereztek meg. Az Értékes Barangolás című vetélkedőt idén márciusban hirdette meg a megyei önkormányzat. A versenyre a térségből 83 általános iskola és 20 nyíregyházi középiskola jelentkezett. Volt egy online forduló, az április elején volt, utána volt egy középdöntő, az online fordulóból behívtunk 31 általános iskolás csapatot és 8 középiskolás csapatot. A középdöntőbe és a középdöntőnek a győztesei, illetve a középiskolások közül 4 csapat jutott be a döntőbe, ami most volt májusban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság több szálon kötődik a vetélkedőhöz. A diákok nem csak az eddig felvett 150 értéket tanulmányozták, hanem kiemelt feladatként javaslatot tettek újak felvételére is. A következő bizottsági élésünk azért lesz érdekes, mert pontosan azokat a javaslatokat fogjuk elbírálni, amelyek itt a megyei értéktárhoz kötődő értékes barangolás döntőjében feladatként volt meghatározva az, hogy készítsenek el egy-egy javaslatot, amelyet a gyerekek a megyei értéktárba szeretnének látni, és minden csapat el is készítette ezt a javaslatot, és mindegyik javaslatot külön-külön meg fogja vizsgálni a bizottság a jövő heti ülésén, és bízunk benne, hogy lesznek olyan értékek, amelyekkel bővülni fog majd az a 150-es lista. Az általános iskolák között a Mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskola csapata végzett a dobogó legfelső fokán. A középiskolák között pedig a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai érték el a legjobb helyezést.